Micsoda? Ferdelőszerkesztő. Na és? Na és? Az egy szakma? Hát nem szakma? Pénzszámfejtő! Az egy szakma! De ne haragudj, egy ilyen izé, morzsoló izé. Tördelő, apám, tördelő. Lána tördelő. Apukám, csak arra kérlek, beszélj vele, mert ma ide jön, hogy megkérje a Csöpike kezét. Micsoda? Hát védelő nekem ez a vagda izé szerkesztő? Tördelő, apukám, tördelő. Mindegy, ki fogom vagdalni a lakásból? Ti arra nem gondoltatok, hogy jól fogtok lakni ezzel a zúzó micsodával? Apukám, kezdetben albérletben. Hát mi is úgy kezdtük. Meg aztán arra gondoltam, hogy esetleg eladnánk a kocsit. Mi? Hát a kocsit azt nem adom. Hát de apukám, mit sajnálsz azon a tragacs 8 éves Dacián? 8 éves? Hát először is anyukám, 7 éves és 10 hónapos! Másodszor pedig eredeti francia alkatrészek vannak benne! Na, ne túlozzál, lapus! Egyetlen egy francia alkatrész van benne, az a bolygatós kutya, amit a mamával letetett páros. Akkor sem adom! Akkor sem adom! Az én lányomból nem eszik ez a cuzma izé! Mosok! Pláne, ha a kislányomról az. Sőt, pláne ha a Dacia-ról van szó. Nem adom, kész, nem adom. A Dacia-t nem adom. Szegény apád, nem is sejti, hogy én már föladtam a hirdetést az újságra. Kislányom, öltöz át, legyél szép, mire jöjjen őke, jó? Kész csókot, nagysás asszony. A Dacia hirdetése jött. Jaj, a legrosszabb. Miért már szétesett? Nagyon prima, megkímélt állapotban van. Eredeti francia alkatrészekkel. Ugyanis nekem sürgős lenne. Mert ugye nekem az autó az munkaeszköz. És az enyémet történetesen a múlt héten törtem össze. Hát azt tanácsolom, fiatalember, itt van lent a kocsi a ház előtt a sarkon. Menj el, jó? Mindjárt hozom a kulcsokat. Jó. Csinál vele egy rövid kör, visszajön, aztán megbeszéljük a dolgokat. Persze, hát tessék csak rám bízni, az enyémet épp a múlt héten történt. Hát ugye, mint mondtam, nekem az autó, az munkaeszköz. Csak nagyon óvatosan, van benne egy bólogatós francia kutya. Arra nagyon vigyázzon, hozom a kulcsokat, jó? Jó, jó. Hát szóval maga az! Igen, én vagyok személyesen. Úgy tudom, a nagysásasszony már említette. Hogy ne, persze, a nagysásasszony már említette maga az a tördelő. Szóval maga az! Szemet vetett az én kis csetikémé. Csöpike, jaj, várom, így teszik beszélni? Hát, hogyha az enyém lesz, én többikéjére fogom hívni. Már csak nosztalgiából is. Teszik tudni, az előzőt is többikének hívni. Most úgy az előző? Hát maga elvált? Nem kérem, én nős vagyok. Hát, maga nős? És ezt a feleségem már tudja? Én azt hiszem, hogy ezt még a madámnak nem említettem. Na de miért fontos ez? Miért fontos? Hát megáll az eszem. Hát maga oda akarja vinni az én csöpikémet, a maga töpikéje mellé? Igen. Ugyanis a töpike teljesen használhatatlan. Totálkár! Uram, ne tudja meg, hogy néz ki szegény. Mondja, uram, a csöpike megint zabál. Nekem jó előre tud, ugye, mert a többike annyit zabált, hogy ráment a gatyám. És nekem ezt munkaeszköz kérem. Persze, hogy nem fogom. Az ez magának munkaeszköz. Az munkaeszköz. Uram, én nem kimélem. Hajtom, mint zinkel a barogé. Nekem nincsen illúzió. Mondja, a csöpike milyen állapotban? Mert ugye nem szeretnék zsákba macskát venni.
Hát kérem, uram, nekünk nincs több tárgyalni való. De hogy mindjárt. Hát ugye nekem a csupike megfelel, hajlandó vagyok jó pénzt fizetni érte. Ha madámnak előtt eltitkoljuk, el férfiak vagyunk, nem? Igen? Hát egyéb óhaja nincsen. Talán csak annyi, hogy előtte szeretném a csöpikét kipróbálni. Nagyon jó! Hát a napsárs azt mondom, beleegyezem. Na hát tudom, igen, akkor én most hívom a rendőrséget. De bizonyám, rendőrség! Nyilván az átírásért. Hát nem egy barátságos fickó. De én vagyok a hülye. Azt a megkímélt állapotban lévő 9 éves mozficsot kellett volna megvegyen. Tessék, itt vannak a kulcsok, fiatalember. De arra kérem, gyorsan tűnjön el, mert vendéget várunk. A kislányom vőlegényét. Ó, hát elnézést, hogy éppen ilyen családi ünnepségbe csöppentem be. Hát de nekem az autó, az munka, az kül. Gyere, édes kislányom, gyere! Hadd lássad, anyát, hogy milyen ember is a te vőlegényed. Hol a többikés? Többikés? Apukám, te jól vagy? Hozzam neked a svéd csöppeket. Hol az a kéjenc, aki a te drágátos anyád unszolására ki akar téged próbálni? Maga itt nincs senki. Hol az a Lilium tipró? Hol az a házasság szédegő, aki folyton csak azt hajtogatja, hogy ez neki munkaeszköz? Jaj, apukám! Biztos arra a fiatalemberre gondolsz, aki az előbb itt volt. Szóval találkoztatok. Igen, találkoztunk. Tudod, mit kérdezett ez? Hogy te mennyit zabálsz? Papa, a Jenőke most telefonált, hogy egy kicsit késni fog, mert nem kapott szaksz. Igen? Hát akkor ki volt az a nyíkhaj, aki az előbb meg akartad tőlem kérni a kezedet? Apukám, én egy vallomással tartozom neked. Ez a fiatalember nem a csak Hála jó Isten! Csak nem a tiédet! Hát téged akart az elvinni magához! Másodállású többi kények! Ide jutott a még 25 évi házasság! Jaj, apukám, nyugodj meg! Figyelj ide! Az az igazság, hogy titokban feladtunk egy hirdetést a Dacia-val. Ez a fiatalember a kocsit szerette volna megnézni. Meg akartunk lepni. Sikerült. Ha a kocsit nem adom, vigyél inkább anyádat. Éve rakjuk fel a múltit. A Dacia-t nem a gond. Nem mondom semmit. A felesége már mindent elmondott. Igen? Na hát ez nagy könnyebbség nekem. Akkor bizonyára említett a nagyságban a szándékaim. Hogy nem persze? Maga is ki akar a próbán, vagy talán már bele is piszkál. Én biztosíthatom, hogy... Ne biztosítson! Mindegyik így csinál először. Biztosítanak, aztán bum, jól összetörik. De kérem szépen, én a kedves feleségével mindent megbeszéltem. Mit akar a feleségem? A feleségemnek ilyen semmi köze. Hagyja a feleségemet! Mit akar egy ilyen csotrogánytól? Hogy mondhat ilyet? Hát a felesége nagyon jól tartja magát. Igen? Ugyan már? Ugyan mennyi zabál a kicsike? Zabál a kicsike? Én gondoltam, de az az igazság karcsú. Figyeljen, akkor is elmentünk volna a tasnádi strandra. A katonaság előtt megállt, nem volt hajlandó tovább menni. Mi is szerencsé, hogy ott akkor adoztak a tasnádi bakán. Ők is töltöttek vele üzletet. Épp, hogy elment a kuti. 20 liter? Hát miért adott neki annyit? Hát bevezet.
látni? A helyét, a sarkot. Megnézem azt a McKinney állapotban lévő 9 éves gyönyörű moszkvicsot, mert ebből itt már nem lesz többi képzés. Ne izgassa magát, Jenőke! A kocsi úgyis a magáé lesz. Most már jöjjön, mert Csöpike nagyon várja. Nagyon kedves asszonyom, de ha már így alakult a dolog, előtte én is szeretném kipróbálni.